Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, az ő szív üzenete. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nem véletlenül találtál ide hozzám. De ha gondolod, akkor megrendelheted ezt a jóslást, akkor személyes passzol a te helyzetedre. A díjam, mint mindig a jóslásoknál, 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő jelenlegi helyzete itt látható. Ott ül ezen a lovon, tehát itt lesz mozgás. De jelen pillanatban még fékezi az eseményeket. Nem akar előre haladni, holott megtehetné. De miért van így? Mert így vizsgálgat valamit, mégpedig ezt az arany érmét. Ez lehet, hogy odafigyel az anyagi helyzetére, vagy a munka, a hivatás fontos számára. De ez az arany érem jelenti az értékeket is, hogy most odafigyel arra, hogy mi vagy ki értékes számára. Ez a kép utal az ő gondolataira. Itt döntésekről van szó, de nem tudja, hogyan tovább, balra vagy jobbra, vacillál, hol ide, hol oda. Neki még úgy befele kell fordulnia, és hallgatni a belső hangjára, mert ez segít ezeknél a döntéseknél. És itt látható, hogy hogy érzi magát, nagyon fáradt és kimerült. Ő úgy gondolja, hogy mindenki akar tőle valamit. És ő úgy érzi, hogy segíteni kell mindenhol, itt is, ott is, viszont ez elfárasztja őt, kimerült, nem tud felállni, hiszen nincs ereje ehhez. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy mit közöl veled. Itt látható a tűz eleme, tehát meg lesz majd az élet, erő, a bátorság, kilép ebből a helyzetből és feláll. Itt majd előre mennek az események, hiszen a tűz eleme is aktív. Itt lesz egy új irány, de mielőtt ezt kimondja, le kell zárni valamit. Itt a háta mögött kell hagyni valamit, bizonyos helyzeted vagy kapcsolatokat. Lesz egy új irány, de veled együtt szeretné ezt tervezni. A következő kártya azt mutatja, hogy mit szeretne közölni veled, de nem mondja ki. Itt a titkokról van szó. Itt látható ez a szerelmes pár, ez te és ő vagy, hiszen ő is szeret téged, de nem mondja ezt ki. A következő kártyán látható az, hogy hogyan lát téged. Itt is a kelyhekről van szó, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. De vannak negatív érzelmek is, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy szomorúság, könnyek. Mindez, amit te átéltél a múltban, de eltekintesz most ettől, hiszen elhagyod a könnyek mezejét. Lesz egy új irány, a hold, az vezet téged. Jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Mi az, ami összefűz benneteket? Itt újra a hold jelenik meg, ezek a mély érzelmek, vagy egy lelki kapcsolat, jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és ez kölcsönös. Az is lehet, hogy van egy telepátikus kapcsolat kettőtök között, és ő ezt így érzi. És ez volt a szerelmi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!